Szervusztok! Szép hétvégét kívánok mindenkinek, vagy hetet, ha már hétközben nézitek. Sin City, Cities of Tomorrow. És itt vagyunk ismét Epicentrum városában, amely most már majdnem teljes pompájában ragyog. Szép megatornyok magasodnak mindenfele, illetve épülnek az új lakónegyedek. Csodálatos újrahasznosító központ, és a megatornyokat pedig keresztül kasul benövik az égi híd állomások által biztosított égi híd folyosók vagy strádák. És a mai epizódban szeretném így kimaxolni a várost, tehát a maradék megatornyokat szépen felépíteni, felhúzni, és onnantól kezdve már csak itt a fennmaradó kis területet szeretném benépesíteni szépen. Ó, oktatás megtelt. Na, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót. Késett ez a videó is egy picit, mert a héten a Dead Space-szel szórakoztam Originen, illetve most a Dead Space 3 bemutató, ami egyébként nemrég élesedett, ha jól gondolom, legalábbis ezelőtt a videó előtt töltöttem fel. Úgyhogy gondoljátok, nézzétek végig. Elég hosszú lett, tehát egy jó 50 perces betekintő videó, amivel így a játék első 40 percét mutatom be nektek. Úgyhogy akik szeretik az akciójátékokat, az akciót mindenképp vessenek rá egy pillantást. Nem is nézitek végig mind az 50 percet, de elég masszív akciódömping van benne. Bár ezt mondjuk jó videó alatt mondom, tehát SimCity, ahol kvázi annyi az akció, hogy néha jön egy szörnyetek, vagy egy katasztrófa, aztán csók. De hát gondolom, hogy tehát kis reklám saját csatornámon. Azt azért még talán megtehetem. Meg különben is, ha én nem reklámozom saját magamat, ki fog? Na nézzük, mire lenne szükség ebbe a csodálatos városba? Lakosokra. Jó, lakosság. Na, itt, jó, itt is, oké. Jól van, hát akkor építek még egy lakószintet ide, és ezzel szerintem már minden meg lesz. Na, hát akkor ezt a két megatornyot szép lassan felhúzom, de szeretnék ide még készíteni egy kis utat. Így idáig. És innen az útról pedig szépen elkanyarintok egy mesés csodás. Mondom, elkanyarintok. Lehet, hogy akkor ezt a szabad úttervezőt kéne használnom. Nem, ez se jó. Jaj, ezek a sorvezetők így belepofáznak az egészbe. Ez se jó. Ez talán jó lesz. Jó, és ide is még egy ilyen kis mellékutat szeretnék, bár szeretném ezt kicsit megcsavarítani, vagy csavarni. Na, talán ez így jó lesz. Na, ide is akkor szépen lakóvezet. Körbe-körbe. Na nézzük csak a telekértéket. Szeretném, hogy magas legyen a telekérték. Így akkor csak a leggazdagabb szímek jönnek majd ide. Ez az. Jó, és emögé is be. Bár lehet, hogy ezt a lehető legrosszabb helyre raktam. Hát majd kiderül. Én remélem, hogy itt tovább fognak fejlődni az épületek, bár lehet, hogy inkább elbontom, és inkább ide kéne tenni. Nehéz a döntés. Jó, és ide mellé is egy ilyen parkocskát. Azaz, jól van. Jó, itt az utat még egy picit tovább folytatom.
hagyni, és oda is teszek még egy ilyen luxus, mondjuk egy ilyen hivatalos plázaszerűséget. Ezt is még kiegészítem itt a szomszéd oldalán egy ilyen további szöpőkút folytatással. Na, most már, hogy itt mindenki külgazdag lesz környéken, akkor na, nincs másra szükségünk, mint ide is felhúzni még egy ilyen kisebb parkot szépen. Nagyszerű. Itt a megatornyot is bekötöm szépen itt az úthálózatba. Na, és akkor már a megatorony is be van kötve szépen az úthálózatba. Akkor úgy érzem, hogy ez a sarok is lassan be van népesítve, akkor már csak itt ezt a szekciót kell feltölteni. Na, ide viszont már egyenes utat húzok. Na, nézzük így. Ezt így ide szépen. Akkor ilyen kis blokkokat mindenhova. Hát többé-kevésbé jónak tűnik. Hát többit a szimekre bízom, hogy lakják be a terepet. Bár ott még lehet, hogy a telekérték nagyobb. Jó, de nem annyival nagyobb, hogy ott ne ezek a hipermodern házikók épüljenek, hanem... hogy hívják már? Tehát ezek az alacsonyabb vagyoni szintbe tartozó házikók. Már nem tudom, személy szerint nekem jobban tetszik az, hogyha itt vannak ezek a szép csiriviri új építésű házak. Szerintem sokkal jobban néz ki. Na nézzük, közben a kutyák kezdenek megőrülni, mert hazajött a párom. Aztán ilyenkor, hát ezt már szerintem minden videóban elmondom, mert valamilyen úton mondom, minden videóban sikerül beleugatniuk. Tehát elmegy valaki a lakásajtó előtt, és ezek mint az őrült oda rohannak és megugatják. Tehát ide nem fognak hozzánk betörni, mert ha megpróbálják, akkor szerintem így kezüket, lábukat letépik a betörőknek. Meg hát így ki az, aki így oda megy egy házhoz, és így... így vicsorogva, acsarogva három kutyát hallott belül ugatni, és utána még megpróbál bejönni, szóval van rendes riasztó berendezésünk. Bio, full bio. Na nézzük. És csak egy dolog miatt aggódom, hogy nem lesz elég ivóvíz, meg szennyvíztározás, de mindjárt tovább fejlődik a városházám is, ha még jönnek az új emberek, és már 246 ezeren laknak szerény kis városomban, sőt, van még lehetőség kifelé ingázni is. Hoho! Mindenki kap omegát, és 66 ezer óránkénti profit. Az nem mindegy már. Na nézzük, van itt még bőven munkahely. Úgyhogy szerintem készítek még egy elit lakószintet ide. Olyan hülyén néz ki az a biztonsági szint, egy ilyen kupola. Bár csak három drón van benne, úgyhogy óvatosan kell bánnom. Bár az is lehet, hogy így akkor a drónok jobban rendben tartják a város meg a környéket. Na, nézzétek csak, milyen szép sugárutat húztam itt fel, itt rögtön a város közepén. Jó, ez a hírsáv annyira idegesítő, hanem ott így pofázik. Na, gyönyörű, ott épül a megatorony. És akkor így szépen így megyünk egyenesen tovább. Zsum, 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 zsum. Tehát így mi az autóban ülnénk itt az utcán, és így száguldozunk. Bár mondjuk lassabban megyünk, mint egy átlagos szintkocsi, ahogy nézem. Bár mondjuk még nem állunk meg a lámpánál. És íme itt az akadémia. Ahol 56%-on van a fejlesztett fúziós reaktor fejlesztés. Itt elkanyarodunk szépen a
város sötétebbik felére. Ahogy hallom, itt a drónok is mozgolódnak nagy erőkkel. Az utolsó talajtisztító generátor. Generátorok egyike. Ja, itt van még egy. Hát ez szívja fel itt a szennyeződést a gyáraknál. Itt meg a legutolsó. Hát ezt még hagyom. Kipöffentse magát. Úgy is termel némi szennyeződést az Omega üzem, úgyhogy valószínűleg azért előbb-utóbb össze fogja gyűjteni a kellő mennyiséget. Ó, és milyen szép kis Elysian Heights nevezeti lakópark, luxus lakópark, vagy inkább emeletes ház. És ilyen szép, ilyen neon csíkkal az oldalán, vagy azok, hogy fénylenek, mint az állat. Itt hatalmas nagy tömegsorodba mennek itt a megatornyokba. Ó, na várjunk csak, veszünk csak egy pillantást itt az omegásodásra. Ajjajjaj, hát itt az új lakóparkokat mind omegásítom, akkor az akkora mennyiségű profit lesz, gyerekek, hogy ó, öröm lesz nézni. Szerintem készítek még ide egy omega üzemet. Szükség lesz rá. És kereskedelmi kikötő jöhet. Egy drón összeszerelő sor. Még egy omega sor, és még egy drón összeszerelő sor. Na, és akkor itt lesz egy omega központ még, és akkor ez már a negyedik lesz így. Na, kinyitottak. Na, ide gyűjtik a... Ez itt mi? Nem tudom, de itt gyűjtenek valamit, hát valami nagyon ocsmányságot. Na mindegy, hamarosan érkezik majd a szállítóhajó, és hozza a nyersanyagokat, úgyhogy meg tudja kezdeni minél előbb a termelést és a kiszállítást. Mondjuk a processzorokra el fog menni 1 millió, valószínűleg tartom, de... Hát van pénz bőven, hát nézzétek, 61 ezer még így is a büdzsé pluszba. Úgyhogy nagy nehezen, de sikerült. Sőt, szerintem visszaadom a kölcsönt Skyline városának. Ugye innen kaptam nagyon sok pénzt, 20 millió. Hát cirka olyan 8 milliót adtam neki. Vagy hát 8 milliót küldtem el innen a környező városokba. Akkor 5 milliót átküldök. Na, nekem maradt 150 ezrem. Skyline az a gazdag város. És itt van a vezeték. Lehet, hogy egy kicsit hamari voltam ezzel a Simulan ajándékküldéssel, mert akkor itt nem lesz pénzem az ércet és a kőolajat fogadni. Na, vetek egy pillantást itt a fej... Ó, nézzétek, milyen gyorsan fel fognak ezek fejlődni. Secpec alatt. És minden szép zöld, mindenki boldog. Majdnem mindenki, de itt is sárga az egész, és itt már tovább is fejlődött ráadásul. Egyből. Szép futurizált utak. Mindenütt a jövő. Na, csak indulna már be az omega termelés. 250 ezer, jó, van 300 valahány munkanélküli, vagy hát betöltendő állás, de akkor miért ingáznak ilyen sokan kifele? Hát ne ingázzatok kifele, gyerekek, amikor itt csomó lehetőség van munkára. Na, ott sorházak. Gyönyörű. Ide építek pár ilyen butikot azért. Na, megjött az első adag szállítmány. Processzor, hát mi más?
Nem baj, legalább akkor a drón összeszerelő üzemek munkához látnak, és ott már látjátok, el is indultak az első drónok, és úgy működik a történet, hogy a drónok ugye bemennek a lakóházakba, és attól függően, hogy mekkora a lakóházaknak a sűrűsége, egyre több drón kell ahhoz, hogy átkonvertálja őket omegássá. És ha ez megtörtént, akkor a lakóházak is fizetnek nekünk. Az omega szállítók pedig az iparhoz mennek, illetve a kereskedelmi létesítményekbe, valamint a megatornyokba is az omega szállítók mennek. Lévén a megatornyokban vannak boltok is. Hú, jó sok procit szállítanak ide. Na, ott megindult egy nagy drón köteg. Kövessük. A biztonsági hangár felé tart ez a drón. Tehát először a biztonsági drónkészletet töltik fel. Nem. Nézzétek, és akkor egyből itt megy az Omega Corporation haladás. És itt jó lesz, mert itt sok lesz az alacsony keresetű szimházikó, amelyek a legjobb hasznot termel, legnagyobb hasznot termelik. Jaj, nézd meg! Munkaerő kerestetik. Nem mondod, hogy nem találsz munkaerőt. Szerencsétlen. De még felhúzzak egy járat. Jól jön az. Azt is omegásítják, és azért a gyárak meg valami brutális mennyiségűt tejelnek, hogyha omegásítva vannak. Főleg az alacsony technológiájú gyárak. És tényleg csak idő kérdése, hogy ezek mikor fejlődnek tovább. Ha a szimek boldogok, akkor hamarabb tovább fejlődnek, de hát mindenképp kell hozzá némi idő, pár nap. A boldogsághoz pedig mi kell? Legyen háza, az az alap. Tehát el tudjon menni dolgozni, tehát eljusson a munkahelyére, tehát amihez meg kell egy jó közlekedés, illetve munkahely. Ez lehet kereskedelmi épület, mint például itt ezek. Nincs elég hely a sűrűség növelésére. Ajjaj. Vagy pedig lehet ipari épület. Ha pedig ezzel megvolnánk, akkor a szimek ugye ott dolgoznak, és a nap végén hazajönnek, és el akarják költeni a pénzüket. Ilyenkor mindenképp valami szórakoztató egységet keresnek föl, ami megint csak kereskedelmi épület lehet, vagy pedig ugye egy helyi park. Tényleg adok ide nekik egy parkot, ne szomorkodjanak itt nekem. Nagyon szép itt az Omega üzem mellett egy izgalmatórium. Mi? Ehhez nem tudok ilyen kis hikomat, cuccokat tenni? De nem baj, akkor kaptak ide még egy szaletlit. Ettől lesznek boldogok a szimek. És a szaletli mellé játszótér. Egy ilyen kis plac. Meg egy homokozó. Jaj, de szép. Hát ide én is eljönnék. Most gondoltuk bele ilyen kis kerti sütőde, mellette ilyen körhinta, ringlispír, lovacskák, meg hinta, és egy ilyen kis, nem tudom, betonos rész, ahol lehet ugrálni, meg labdajátékokat tolni. És ez mind a szegényeknek. Úgyhogy itt baromi boldog lesz mindenki. Na és már az Omega Co dolgozik. Nem dolgozik. Na, és ott tartottunk, tehát hogyha elmulatták a nehezen megszerzett pénzüket, akkor hazamennek, és ha hazaértek egy napon belül, akkor feljebb megy ez a csík, és hogyha elér teljes végére a csík, akkor tovább fejlődik a házikó. A vagyoni szintet azt általában a különböző környező épületek befolyásolják, tehát itt látjátok. És itt ezekkel a legegyszerűbben ezekkel a parkokkal lehet játszani, de vannak épületek, amik maguktól generálnak ilyen régiót, például az akadémia, az elit megatornyok, még a sima megatornyok is, úgyhogy ezekre is érdemes figyelni. Várostervezésnél valamelyik meg ugye negatívan befolyásolják, mint például itt egy nagy omega üzem. Illetve a gyárak is. Úgyhogy ennyi a trükk,
És hogyha van elég hely a sűrűség növelésére, akkor fejlődni fognak a házak pár napon belül. Feltéve, hogy a megfelelő úttal vannak összekötve, mert az utak fejlettsége is befolyásolja, hogy melyik ház meddig fejlődhet. De az utakat meg nagyon könnyen lehet az R-rel kiválasztva fejleszteni maximumig. Na, úgyhogy ennyi. Ezeket már elmondtam többször is, de ismétlés a tudás anyja, meg tényleg azoknak, akik most kezdik el, csak így belenéznek ebbe, hogy mi az a SimCity, meg hogy megy, meg ezek így olyan alapvető kérdések, amiknek én is baromira ültem volna, hogyha normális tutoriált kapok róla már így az elején, lehet erre így magamnak kellett rájönni, vagy utána olvasni. Nem akarják termelni itt az Omegát a srácok. Nem gond. Itt azért szépen, nézzétek, már 67 ezer, és azért kezd itt a szomszédságot átalakítani. Ezek a hangok is, ez a wuing, ez mind azt jelzi, hogy itt omegásítva lett egy háztartás. Talán még így a mai részben itt sikerül felfejlesztenem ezt a kis szomszédságot is. Az még nagyon fontos, hogy a közlekedés az jól működjön, tehát ha nő a városunk lélekszáma, akkor valószínűleg a dugók is egyre nagyobbak lesznek. Általában a kereskedelmi épületek és az ipari épületek körül van nagyon nagy dugó. A lakóházakból jó esetben csak kihajtanak, de ha kezd sűrűsödni így a forgalom, akkor tömegközlekedés mindenképp javallott. Mágnes vasút. Ide is egy mágnes vasút. Valahogy úgy próbálom lehelyezni, hogy a kocsi kihajtók előtt ne legyen. Jó, hát így többé-kevésbé ez így jó lesz. Egyébként meg nem érdekel a kocsi kihajtó, tehát ezek a szimek megoldják. Jó, bekötjük a sínhálózatba, a mágnes vasút sínhálózatba. Nagyon szép. Jól van, és akkor már ez az két állomás is üzemel itt. És innen is tudnak menni a szimek dolgozni. Hányan használják ezeket az állomásokat itt? 2800. Na és itt is van egy állomás itt Dzsumbulban. Hát ezeket jóval többen használják, 12000-en naponta. Itt is 5000, 8000. Tehát így a kereskedelmi épületek környékén nagyobb az állomások kihasználtsága. Hát ott jóval több szim közlekedik. 3000, nagyjából eloszlik. És tök jó az a mágnes vasút, mert olyan gyorsan halad, hogy 0 perc várakozási idővel megoldható az egész. Kvázi ilyen cheat. Tehát ez a Cities of Tomorrow kiegészítővel nagyjából helyre tették azokat a dolgokat, amik esetleg az alapjátékban döcögősen vagy alig működnek. Na. Itt beindítanátok végre a termelést? Nem akar menni. Lakosság se akar bővülni. Jó, azért kifelé ingázók szép lassan elfogytak. És akkor lesz igazán szép a város, ha itt majd az összes ilyen kis bungalló helyett már szép nagy toronyházak lesznek. Meg hát a megatornyok. Na, ilyen házikók az egyik felén, a másik felén meg ilyenek. Hát ilyen jó sűrű. Nézzétek, milyen fénycsík, és ez is omega és omegás, és 560-at szor 2 profitálok ebből a házból, csak abból az egy házból. Hát így azért nem kunszt ilyen több tízezres tételt begyűjteni. A megatornyok annyira nem jövetelmezőek egyébként. Tehát ha mondjuk egy ilyen elit megatorony furra omegásítva, az ugye elég rendesen tejel, meg azért a megatornyokból is befolyik valamennyi, pár ezer per megatorony, de elég durva költségvetése van egy megatoronynak. Hát ez egy ilyen kis mini játék, vagy egy mini állam az államon belül, vagy hát egy mini város a városon belül, úgyhogy úgy kell rájuk tekinteni.
Még mindig nem indult be a termelés, megőrülök. Na, látjátok, itt már elég előre haladott állapotban vannak a házikók a szomszédságban, úgyhogy valószínűnek tartom, hogy hamarosan itt tovább fejlődnek. Közben itt is járnak az Omega drónok, és mindenkit vásárlóvá konvertálnak. Ezek a kis villanások azt jelzik. Hát bemegy egy drón végre oda, és egyből Omega függőséghez vezet az adott háztartásban. A nagyobb házakban meg azért több drón kell. Na, megindul a tömeg. Szerintem, ha ezt a napot is sikeresen abszorbálják, akkor itt ez a pár házikó már tovább fejlődik. Remélem. Feltéve, hogy van nekik hely a sűrűség növelésére. Nincs elég hely. Nagyszerűek ezek a boltok. Nincs elég hely. Nagyszerűek ezek a boltok. De miért nincs elég hely? Szerintem itt simán elférnek. Nem baj. Hát így a város tervezésnél így lehetnek ilyen problémák, hogy mindig hagyjuk elég helyet arra, hogy az épületek felfejlődhessenek, de ettől lesz változatos a város, hogy azért vannak ilyen anomáliák, tehát nem tökéletes a tervezés mindig. Egy nagy városban is szoktak lenni általában ilyen kisebb házikók, kis régi házak, amiket ugye előbb-utóbb talán elbontanak és átépítik, de tehát ha megmaradnak, az sem gond. Na, ott is kezdődik. Hát itt ez a régió. Csodálatos szórakoztató központ. És az Omega is egyre inkább birtokba veszi a szomszédságot. Na nézzétek csak, itt is terjeszkedik, és most már, ha ércet kapna ez a szerencsétlen üzem, akkor elkezdhetné a gyártást. Processzorokkal már elég jól el van látva, a drónok pedig itt gyűlnek, látjátok? Egy kis házhoz elég egy vagy kettő drón, és akkor már is átkonvertálja, a nagyobb házakhoz több kell, jóval több. Na, és itt már épülnek a sorházak, kérem szépen. Futurizált sorházak, mindjárt beköltöznek, remélem. És akkor 257.000-ről föl fog menni a lakosság cirka 260.000-re. Na, még ide is várjuk szépen az embereket. Azért itt elég normálisan néznek ki. Na, azt hiszem megjöttek. Hát mennyien élhetnek egy ilyenbe? 100-an talán. Na, és itt is épülnek az újabb házak. Meg lesz az a 260.000. Mennyi kéne a polgármesteri villához? 292.000 a következő szint. Hát de már most is elég masszívan néz ki ez. Ja, City Hall. Nem adok hozzá fejlesztéseket, mert már fölösleges. Na és újra kijöttek a tüntetők, gondolom ebédszünetet tartottak. Nem tudom, láttátok-e. Vettek egy pillantást, hogy van-e... Nem kell elbontani egy házat se. Ez jó. Na, most csak olajat szállítanak. Úgy tűnik. Ja, most csak olajat hoznak ide. Jaj. Ilyen szempontból... Hülye a mesterséges intelligencia. Jó, most már ércet hozatok, csak és kizárólag. Legalább egy ért szállítmány, hogy megindulhasson a termelés. És szép lila füstfelhőkkel ontsa magából ez az üzem is az Omegát. Na végre! Köszönöm szépen! Hoztak 10 tonna ércet. Na jó, hát ez most egy kicsit még foghiasan fog termelni, de amint rendszeresednek itt a szállítmányok, nem lesz probléma. A processzor meg drága, de jó sokáig el van vele egy üzem. Na itt is fejlődik a szomszédság.
A gazdagabbak azért növelje a telkeink értékét, legyen szíves. Jó, kaptok ide egy ilyen... Cuccot. Na most jó. Remélhetőleg... Öj, ez így nem fog tudni viszont tovább fejlődni. Höhő. Várjunk csak, lehet, hogy így ezt ide. Hát egy háztartást beáldozok szerintem. Ami most egészen pontosan kettő volt, de... Hát... Szoszó. Reméljük jó lesz. Telkek értékét, legyünk szívesek. Jó szöveg. De meg nem tudok már semmit. Nem egyszerű, nem egyszerű. Jól meg vagyunk. Na, ezt akarom látni mindenütt. És itt még lesz egy gazdag. Na, közben itt... Jó, kapnak ércet is, remek. Itt pedig zajlik az omegásítás, 70 ezer plusz óránkénti profit. Visszaadtuk a nagyjából majdnem az egész kölcsönt Skyline-nak. Szerintem még adok nekik egy kicsit. Mondjuk mennyit. Hát nem az egész vagyonomat, de mondjuk mennyit? Hát 7 milliót így visszaküldtem. Ez nem egy olyan nagy tétel itt már, főleg úgy, hogy ömlik be a pénz. Na, vetek még egy pillantást az Omega térképre. Jól van, a drónok dolgoznak, és látjátok itt az új apartmanokban is gyűlnek a drónok szép sorban, és amint elegendő drón ment ide, hogy az összes lakónak legyen egy saját, akkor átkonvertálódik omegává, omegássá a ház. Ó, itt meg már nagyon sok aranypartner van, helyes, helyes, helyes. Na, hát én úgy érzem, hogy akkor itt majdnem teljes a gyönyör. Most a megatornyokat nem akarom befejezni, mert még ki tudja, hogy mire lehet szükségem később. Bár... Az a baj, hogy itt a gazdagabbak nem nagyon akarnak építkezni. Fene a belüket. Adok még egy lakószintet, meg majd egy irodaszintet. Meg majd egy égi hídállomás kell. Ez pedig kvázi így az utolsó mencsvár lesz. Na, 266 ezer. Ide is építek még egy középosztálybeli lakószintet. Majd jöjjenek. Na, de én úgy érzem, hogy ez a város kész. És ez azt jelenti, hogy bármi szörnyen hangzik, de így elfogytam ötletekből, meg így nem is nagyon tudom, hogy most mit lenne érdemes csinálni. Valószínűleg tartom, hogy még fogok csinálni ilyen városnézés videókat, de amíg nem jön nagyobb update a játékhoz, addig én sem biztos, hogy fogok vele mostanság játszogatni. Még nem tudom, még szeretném egyelőre pár hétig így ezeket a hétvégenkénti SimCity
videókat megtartani, de aztán jön a május, májusban pedig annyi új játék lesz, hogy nem tudom, hogy fogom-e tudni győzni, hogy minden héten ennyi játékkal játszak egyszerre, úgyhogy érdemben tudok velük foglalkozni. Úgyhogy könnyen előfordulhat, hogy májusban majd kicsit el fognak maradni ezek a SimCity videók. Nem is baj egyébként, kis szünet a sose árt. Nem kell mindent így túlzásba vinni. Na, akkor kell egy irodaszint. Hát mondjuk mi, közepestek vagy csúcstek, összes állás. 550? Jó, mehet. Csúcs technológiás irodaszintet oda. Na, itt is szépen épülnek át. Úgyhogy erre így szerintem mindenki szép lassan felkészülhet. Nem fog teljesen megszűnni, de valószínűleg tartom, hogy nem biztos, hogy lesznek már így májustól hetente SimCity videók. De ha esetleg újabb DLC vagy mi ez, kiegészítő érkezne a játékhoz, az persze egy megint más helyzet lenne. Látjátok, a lehetőségek elég tágak. Tehát ez a Cities of Tomorrow, ez nagyon olyan, mint a Sims. Tehát a Simshez is hány ilyen kiegészítő érkezett, meg se lehet számolni. És van mennyi? Sims 3, jön majd a Sims 4. Hát és mindegyikhez van kb. Olyan mennyi? 8-10 fajta kiegészítő, és akkor így minden, tehát buli helyek, oktatás, mi ez, nyaralás, kutyás, minden, és így számomra például az így követhetetlenné is vált. Ezért van az, hogy a Sims 2 óta nem simszezek. Ójjaj, csak kéne gyulladjon itt a cucc. Jó, egy égi hídállomás. Jó, hát ott most kigyilkoltam pár régi híd folyosót, de nem baj. Ó, és 77 ezer duzzadt a bevételünk, jaja. Itt a drónok dolgoznak. Keringenek a drónok, mint gólyafos a levegőben. És akkor mondom, amelyik ház megtelik drónokkal, onnan már mennek vásárolni a drónok. A kereskedelmi épületekből, és olyan kereskedelmi épületből vásárolnak, ami már maga is egy omega tag, hát ez most pont elvesztette, akkor arany szintű taggá válnak, ami meg dupla jövedelem. Egy szó mint 100, ha kellő mennyiségű omegával látjuk el a városunkat, avval brutálisan sok profitra tehetünk szert. Úgyhogy omegázni megéri. Na nézzük. Égi híd állomás kész. Ezt úgy oda. Hű, ez ilyen nagyon nagy hub. Tehát ilyen elosztó. Központi elosztó. Jó, minden létező épület összekötöttük, ráadásul így elég magasan is van, majdnem, hogy majdnem a legmagasabb. Ez nagyon jó, ilyen központi épület lesz, és akkor itt is járkálatnak a színek. És teszek rá valami szép koronát is. Na, 288 ezeren lakunk. És 80 ezres profit? Hű. Talán az eddig legdurvább bevétel. Még Skyline-ba sincs ekkora. Szóval tanulság, érdemes kombinálni az omega városokat az akadémiai városokkal. Legyen gazdag is, szegény is, ipar is, meg kereskedelem is. És akkor ilyen nagyon durva városokat lehet eszkábálni. Na, én viszont a mai napra búcsúzom, megköszönöm szépen a figyelmeteket. Jövő héten újabb epizóddal jövök. Valószínűleg már ilyen városnézős epizód lesz, úgyhogy tartsatok majd velem, körbejárunk picit. Hangulatos lesz szerintem megnézni egy-két ilyen kerületet, meg utcát így tényleg emberi perspektívából. Illetve majd ide még nem ártana majd egy magas vasút, mert nagy a tömeg. Na, megköszönöm szépen a figyelmet, Csonti voltam, sziasztok!